Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, folytatjuk az asztrológusokat bemutató sorozatunkat. Mai vendégünk László Levente, asztrológus, szervusz Levente. Az asztrológiának van néhány irányzata, ebben a sorozatban már néhány irányzaton túl vagyunk. Te melyiket képviseled? Hát azt az irányzatot, amit én képviselek, klasszikus asztrológiának nevezik, és azért hívják így, mert klasszikus szerzőknek a technikáira épít, és ezt próbálja modern világba elhozni. Ha jól tudom, hogy te nagyon korán kezdtél el az asztrológiával foglalkozni, bár nem vagy nagyon idős, de... Valóban így van, tehát az asztrológiai érdeklődésem az elég régre nyúlik vissza. Hát majd 20 évvel ezelőtt volt ez, amikor először elkezdtem ezzel foglalkozni, és azt is mondhattam, hogy elég hosszú utat jártam be, hiszen mint mindenki más, én is modern asztrológiával kezdtem foglalkozni, és hosszú évekbe tellett, amíg megtaláltam a régi szerzőknek a munkáit, és egyre közelebb kerülve ezekhez az ókori és középkori szerzőkhöz láttam azt, hogy az asztrológia régen miről szólt, és hogy ezt a fajta régi asztrológiát hogyan lehetne ebben a jelenlegi világban is felhasználni. És akkor gyakorlatilag ugye honnan, hová jutottál, az a modern asztrológiától eljutottál a... Igen, egy időbeli visszafelé utazás volt, így lehet mondani. Kinek tanultál asztrológiát? Igazából az asztrológiai kezdetek az én esetemben könyvekből voltak, és ugye szokták mondani, hogy könyvekből nem lehet asztrológiát tanulni. Ez azért hibás szemlélet szerintem, mert régen is írtak asztrológiai könyveket, amikor egy-egy könyvnek az ára mondhatni csillagászati összeg volt. És hát nem más célra írták ezeket a könyveket, mint hogy a tudásukat összegezzék a régi mesterek. Tehát, hogyha valaki tudja, hogy ezeket a könyveket hogyan kell olvasni, és rászánja az időt, hogy a gondolkodásmódjukkal megismerkedjen, és megfelelő szintű gyakorlatokat végezzen, akkor elsajátíthatók ezek a technikák. Emellett én futólag modern, illetve régi asztrológiával foglalkozó iskolákban, mestereknél is tanultam. Egy valakit szeretnék kiemelni név szerint, Krisztina Várdá volt az, aki Magyarországra elhozta a klasszikus asztrológiának a reneszánsz változatát, hiszen ez volt a legelső olyan, amely már klasszikusnak nevezhető a modernhez képest. Ez a 17. századnak az angol asztrológiája, kérdő asztrológiáról van szó elsősorban, és hát ő volt az, aki segített az első lépések megtételében, illetve az ő iskolájában sajátítottam el ezeket az alapfogásokat. Később pedig ezen úton elindulva már saját magam is tudtam felfedezést tenni a régi szerzőknek a felfogása, illetve a munkái terén. Miért nem volt elég neked a modern asztrológia? Igazából úgy éreztem mindig, hogy a modern asztrológia ígéretei, illetve azok az eredmények, amelyeket kínál, nincsenek összhangban egymással, illetve volt mindig olyan érzésem, hogy a múltban valami elveszett. És úgy gondoltam, hogy ha vannak források, amelyekhez közel lehet kerülni, akár azért, mert az embernek van nyelvtudása, vagy akár azért, mert a könyvtárakban most már kutathatók ezek a művek, akkor miért is ne tenném meg, és egy teljesen új világ tárult fel előttem. Azt mondják, hogy az asztrológia a mezopotámiai időkből származik, ugye ezt 6-7 ezer évre tasalják. A blogodon, illetve a különböző cikkeken én olvastam, hogy azért te ezzel nem feltétlenül értesz egyet, és úgy gondolom, vagy úgy tudom, hogy te igazán kompetens vagy az asztrológia történetét illetően, tehát hihetünk neked. Hát igazából szerintem a tényeknek kell hinni, és nem pedig a személyeknek. Ebben az esetben forrásokra vagyunk utalva, tehát azokat tudjuk csak felhasználni, mint tények, amelyeket valamilyen forrás igazol. Valóban vannak mezopotámiai kezdetek, ám ezt a rendszert, amit akkor használtak, nem lehet asztrológiának nevezni, sokkal helyesebb, hogyha égi ómen értelmezésnek nevezzük. Az ómenek azok a jósjelek, amelyek megnyilvánulnak akár földön, akár az égen. Ugyanis nem egy koherens, egy építőkövekből összeálló rendszer alakult itt ki, hanem bizonyos jelzéseknek adtak bizonyos magyarázatokat. Ezek olyan jelzések voltak, amelyeket mondjuk bizonyos időszakokban alkalmi jelzéseknek tekintettek, ám most már tudjuk, hogy ezek teljesen mindennapos csillagászati jelenségek, de voltak természetesen olyan jelenségek is, amelyek ma is kivételes jelenségnek tűnhetnek. Ezeknek adtak magyarázatokat, először egy egész országra, illetve annak a királyára vonatkozólag, később pedig századokkal később, ez már a perzsa időszakban volt, tehát az első évezrednek a közepén, amikor ezt elkezdték felhasználni személyek sorsának az elemzésére is. Maga az asztrológia, amit így nevezhetünk, amely egyébként is egy görög szó, és a csillagoknak a tudományát, vagy a csillagokkal kapcsolatos tudást jelenti,
a mezopotámiai csillagismeret, tehát az ómen értelmezés, illetve a görög csillagászat, görög filozófiának a találkozásából született meg, és a legkorábbi emlékek, amelyek a rendelkezésünkre állnak, illetve közvetett bizonyítékok azt mutatják, hogy ez a rendszer nem alakulhatott ki korábban, mint az időszámításunk előtti második vagy első század. Tehát akkor ez 3-4 ezer év. Hát ez inkább csak 2000 pár száz. Te ennek az időnek a kutatásával kezdtél el foglalkozni? Azt lehet mondani, hogy az én utam az két különálló útból állt össze, és ezek az utak találkoztak. Ugyanis mivel végzettségem szerint én klasszika filológus vagyok, tehát az ókori nyelvekkel foglalkozó kutató. Tehát latinnal és göröggel foglalkozó kutató. Ezért volt egy olyan időszak, amikor már foglalkoztam az ókornak a különböző jelenségeivel, de nem az asztrológiájával. Ebben az időszakban az asztrológia, ami a figyelmem középpontjában volt, ez a reneszánszkori kérdőasztrológia volt, és később a középkori asztrológián keresztül jutottam vissza a kezdetekig, bár azért el kell mondani azt is, hogy a legkorábbi időszakoknak az asztrológiai tudása nem áll rendelkezésünkre, csak morzsák vannak meg belőle. A legkorábbi időszak, amiről már úgy átfogó képet tudunk nyújtani, az időszámításunk szerinti második század. Szerinted mennyit tudnak a mai asztrológusok a 2000 évvel ezelőtti asztrológusokhoz képest? Erre a kérdésre nehéz válaszolni, hiszen nyilván asztrológustól függ természetesen. Így van, hát bármilyen tudományról vagy művészetről beszélünk, van mindig veszteség és van nyereség. Nyilván vannak olyan területek, amelyek akkor még nem voltak az érdeklődés tárgyai. Ehhez képest viszont vannak olyan területek, amelyeket akkor talán jobb eszközökkel és bölcsebben vizsgáltak, mint manapság, de ez nehéz úgy állítani, hogy ezzel ne sértsünk meg valakit. Tehát az asztrológiának vannak különböző ágai, a születési asztrológia, a mundán asztrológia, a kérdő asztrológia. Ezek kialakulása időben eltért egymástól. Természetesen így van. Azt lehet mondani, hogy a születési asztrológia tűnik a legrégebbi asztrológiai ágazatnak, bármennyire is a mundán asztrológiát szokták ilyennek tartani, ugyanis ennek az időszaknak, tehát az időszámításunk elején lévő időszaknak a középpontjában tényleg az ember állt, és az embernek a sorsának a vizsgálata, ez filozófiai szemléletből következik. Később ezt a technikát akár a Római Birodalomban, akár pedig Indiában, illetve Perzsiában továbbfejlesztették, és így alakultak ki a további felhasználási módjai. A jelenlegi tudásunk azt mutatja, hogy a legújabb ilyen jellegű asztrológiai ágazat az úgynevezett kérdőasztrológia, amelyet a mostani adatok szerint a 8. században alakítottak ki arabul író, valószínűleg perzsa származású asztrológusok. Ez az az asztrológiai ágazat, amely a mindennapoknak az asztrológiája, amelyet egyébként az első időszakban kizárólag hatalmasságok, előkelők, kalifáknak a vágyai felkutatására, illetve a kérdései megválaszolására használtak fel, de később ez természetesen, ahogy az idő múlt, a másfajta néprétegek számára is elérhetővé vált. Te melyik ágazattal foglalkoztál? A kutatásom először mindenfajta ágazatra kiterjedt, hiszen ezek összefüggenek valamilyen módon, de aztán amikor már úgy láttam, hogy specializálódni kell, akkor a kérdőasztrológia volt az, amelyre fókuszáltam, pontosan azért, mert ez az asztrológiai ágazat, amelynek a gyakorlati felhasználhatósága mindennapi életben maximális. A 8. századi asztrológiának, kérdőasztrológiának az alapjait használják, tok ma is? Alapjait gondolom igen, de hogy mennyit fejlődött azóta? Az asztrológia történetében van egy érdekes jelenség, mégpedig az, hogy egyrészt van egyfajta bővülés, és van egyfajta szűkülés is. A bizonyos technikáknak a használatát egy idő után elfelejtik, és onnantól kezdve egy holtudássá válik, amit a különböző asztrológiai művek és szerzők görgetnek tovább, bár nem tudva, hogy igazából ezt hogy kellene használni. Valójában a kérdőasztrológia még a jelenkori születési asztrológiát is befolyásolta az idők során, de azok, amelyek technikaként megvannak, azok az alapoktól származnak, tehát azok onnan származnak. A századok során ezeknek az arculata rendkívül megváltozott. Mint mondtam, volt egyfajta bővülés, tehát a felhasználhatóság köre bővült. Ezzel együtt viszont olyan fajta veszteségek is voltak, amelyek miatt
A jelenkori asztrológusok kezében mondjuk egy reneszánsz asztrológia felhasználása, vagy akár egy régebbi asztrológiának a közvetlen felhasználása olyan, mint amikor egy gyerek a kezébe kap egy olyan eszközt, amivel igazából nem tud bánni, mondjuk egy villát, amivel nem tud úgy enni, ahogyan az kellene, valahogyan megoldja, de hát ez mégsem az igazi. Itt éppen arra gondoltam, hogy az egyik kérdésfeltevés az például az autó volt, melyik ház mutatja az autóvásárlást. Igen. Ugye ez mondjuk 800, vagy 8. században még nem igen volt aktuális kérdés, bár hát nyilván valamilyen közlekedési eszköz ott is volt, de hát nyilván ilyen szinten változhatott az egész. Valóban, itt igazából az egésznek az elve az, ami hiányzik sokszor egy mai asztrológiai felhasználásból. És ez azért van, mert az asztrológiai munkák nem elvekről szólnak, hiszen igyekeznek minél rövidebben fogalmazni, ezért telefonkönyvszerűen az információkat tartalmazzák. Nekünk az a dolgunk, hogy a józan eszünket, illetve a történeti szemléletünket használva megpróbáljuk megfejteni a miérteket ebben az esetben. És lehet azt mondani, hogy gépiesen, hogy mert valaki ezt mondta, és ebből erre lehet következtetni, és azért van ez így vagy úgy, de sokkal inkább az a lényeg, hogy megértsük az egésznek a mozgatórugóját. Mondanék egy példát. Ugye az autóval kapcsolatban itt elhangzott valami, még egy másik dolog például az állatokkal kapcsolatos. Van egy olyan megállapítás, amelyet az asztrológia történetében a korai időszaktól kezdve egészen máig használnak, hogy az állatok valahová tartoznak, tehát valamelyik területhez vagy házhoz tartoznak. Ez így ebben a formában nem teljesen igaz, ugyanis az ok, amiért az állatokat oda sorolják, az, hogy ide, ehhez a területhez, ehhez az életterülethez sorolandó mindaz a dolog, amely az élet nehézségeinek a legyőzésében segít bennünket. Tehát, hogyha állatokat ide sorolunk, akkor a haszonállatokat kell ide sorolni, márpedig manapság az emberek nem haszonállatokra szoktak kérdezni. Tehát, hogyha megnézzük a régi szerzők műveit, akkor tényleg a szarvasmarháról és a birkáról van szó, illetve a lovakról van szó. Manapság az állatok már nem haszonállatokként vannak jelen egy városi ember életében, sokkal inkább, mint házi kedvenc, és sokkal logikusabb, sőt azt lehet mondani, hogy gyakorlatban is igazolható, sokkal inkább besorolható az élet örömeit képező területhez, ahová többek között például a gyerekek, illetve a cimborák tartoznak. Születési asztrológiával is foglalkozol, vagy csak kizárólag a korraival, a kérdő asztrológiával? Jelenleg csak a kérdő asztrológiával foglalkozom, és ennek az oka, hogy a születési asztrológiával kapcsolatban technikai, illetve történeti kétségeim vannak, amelyeket még nem sikerült meghaladni. További kutatás témája? Hát azt lehet mondani, hogy egy kutatás témája, nagyon egyszerűen egy mondatban megfogalmazva a dolgot. Sajnos a régi születési asztrológiának csak olyan fajta szilánkjait ismerjük, amiből elég nehéz egy teljes egészt összetenni. Illetve a másik része a dolognak az, hogy az asztrológia történetében volt egy személy, aki nagyon nagy hatást gyakorolt. Ez volt Claudius Ptolemaios, az egyiptomi csillagász, aki viszont a saját rendszerével, amely egy filozófiai ihletésű és nem gyakorlati ihletésű rendszer, az asztrológia történetében folyamatosan egy fajta visszafejlesztő szerepet játszik, legalábbis az én nézetem szerint, miközben egyébként a koncepciók meghatározásában elég sokat köszönhetünk neki. Mi derülhet ki egy ilyen kutatás alkalmával, vagy hogy viheti tovább a rendszert? Hát igazából azt lehet mondani, hogy ha az ember a forrásokat egymás mellé teszi, és értő szemmel próbál a sorok között olvasni, de ebben az esetben nem úgy, mint a kérdő asztrológiánál, ahol kitűnő, összefoglaló szerzők állnak a rendelkezésünkre, hanem tényleg ilyen morzsákat kell összetenni egymás mellé, és az ellentmondásokat feloldani, és az egész rendszernek az elvét rekonstruálni, akkor újra lehet alkotni. Azt gondolom, egyébként ez a kérdő asztrológiára is vonatkozik, sőt bármifajta olyan technikára, amit a jelenkorban használni akarunk, és nem csak egy holtudásként kivenni a nyugvó helyéről és betenni egy teljesen más közegbe, hogy az a cél, hogy a régi gondolatokat egyfajta megtermékenyítő gondolatként használjuk fel abban, hogy létrehozzunk egy új asztrológiát, vagy túl több új asztrológiát, hiszen többfajta megközelítés és többfajta cél is egymás mellett érvényes lehet. A modern asztrológia is egyre elterjedtebb, ugyanaz a véleményed, mint a születési asztrológiáról?
Hát ha lehet, akkor még komplikáltabb a kép, hiszen az úgynevezett mundán asztrológia egy perzsa találmány, amelyet a születési asztrológiának a továbbfejlesztéseként vagy kiterjesztéseként hoztak létre. Ennek köszönhetően, hogyha egy születési asztrológia ingatag lábakon áll, akkor mit várhatunk egy mundán asztrológiától, nem beszélve arról, hogy a világ összetettségéből fakadóan a következtetéseknek a megtétele sokkal, sokkal komplikáltabb, mint egy születés esetén, ami szintén nem egy egyszerű kérdés akkor, hogy egy egész ember életről beszélünk. És akkor az egészségügyi asztrológiával gondolom, még inkább ez a helyzet. Hát az egészségügyi asztrológia az egy specializált asztrológiai ágazat. Van néhány ilyen, amelyet használtak történetileg, tehát volt hadászati asztrológia, kertészeti asztrológia, volt ez az orvosi asztrológia, és így tovább. Tehát ezek mind léteztek, ezek specializált felhasználási formái az asztrológiának, bizonyos asztrológiai ágazatoknak a technikáit gyűjtik ilyenkor össze. Például az egészségügyi asztrológiában akár a születési asztrológiát lehetne használni elvileg egyfajta diagnosztikára, tehát arra, hogy milyen alkati jellegű betegségek találhatnak meg egy embert, de például a kérdőasztrológiát is fel lehet használni egy betegség lefutásának az elemzésére, vagy akár az úgynevezett időválasztó asztrológiát, ahol egy bizonyos cselekvéshez választunk időt, hogy ideális eredményt érjünk el, ott is ezt is fel lehetne használni az egészségügyi asztrológiában, ahhoz például, hogy egy kezelésnek a sikerét maximálisra emeljük. A hozzád fordulók általában milyen aktuális kérdésekkel mennek hozzád? Mi most a legfelkapottabb téma? Azt kell mondjam, hogy mivel az emberek igazából nem ismerik az asztrológiának, a kérdőasztrológiának a felhasználási területeit olyan módon, hogy az életüket ténylegesen segítsék, ezért sajnos azt kell látnom, hogy olyan emberek szoktak felkeresni, akik éppen kétségbeesésben vannak, és az a kétségbeesés az akár lehet párkapcsolati vagy munkaügyi téma, tehát azt lehet mondani, hogy a párkapcsolat és a munka, valamint hogy az egészség, betegség kérdése az a három pillére ennek a munkának, amelyel egy gyakorló asztrológus legtöbbször találkozik. Ellenben akkor, hogyha ennek nagyobb népszerűsége lenne, akkor egy másfajta irányba is lehetne nyitni, hiszen azok, akik úgy gondolják, hogy az asztrológia fatalista szemléletű, tehát azt mondja, hogy hát most már csak ez lesz, vagy az lesz, azoknak be kell látniuk, hogy valóban vannak olyan szituációk, amikor az emberek saját magukat, vagy a környezetük olyan helyzetbe kormányozta őket, hogy nincs igazán menekvési útvonal, és csak egy irányba haladhatnak tovább. Mégis van számtalan olyan helyzet, amikor meg lehet állapítani, hogy valakinek van cselekvési mozgástere. Tehát mondjuk egy kérdés feltevése nem úgy helyes, hogy hogyan alakul a házasságom, vagy hogy véget ér a házasságom, hanem hogy mit tehetek azért, hogy a házasságom ne érjen véget. És azt gondolom, hogy ez a jövő útja, hogy egy ilyen irányba elmenni, ahol a jelenkor szemlélete szerint nagyobb szabadságot adunk az embereknek, és nem korlátok közé szorítjuk. És a szabad akarat a DEX szerint létezik. Hát akkor, hogyha ebbe a témába belemegyünk, akkor több évszázadnak a filozófiai vitáit lehetne feleveleníteni. Viszont van egy tény, amely mellett nem lehet elmenni. A régi korban, még az asztrológia kezdetei kor fejlesztették ki a születési asztrológia után közvetlenül az időválasztásokat, amelyekről már az előtt tettem említést, tehát ahol mikor cselekedjünk, ez a fő kérdés. Na most egy ilyen kérdés elképzelhetetlen, anélkül, hogy ne feltételeznénk azt, hogy az embereknek van szabad választásuk. Neked mennyire változtatta meg az életedet az asztrológiát? Most már azért akkor 20 éve foglalkozol asztrológiával. Hát ezt lehet mondani, mondjuk a klasszikus változattal is már 8 éve. Az életemet gyökeresen nem változtatta meg, tehát nem lehet azt mondani, hogy az asztrológia egy csodaszer lenne, amely egy teljesen újfajta életet hoz létre, de ez a fajta ígéret szerintem bármilyen más dologról beszélünk, nem túl valós. Olyan szempontból változtatta meg az életemet, hogy egyrészt másfajta szemléletet hozott az életembe, tehát hogy másképpen lehet megélni például történéseket, másképpen lehet a sorsra tekinteni, mint olyanra, másképpen lehet az élet különböző területeihez tartozó dolgokra, párkapcsolatra, munkára, egészségre, hogy megint csak ezt a hármat említsem, tekinteni. Másrészt pedig hát voltak olyan helyzetek, amikor kifejezetten praktikus tudást nyújtott, akár az élet legbanálisabb kérdéseiben is, mint mondjuk egy vásárlás vagy egy eltűnt tárgynak a megkeresése.
Szoktad használni a saját dolgaidra is? Természetesen. Tehát az ember akkor, hogyha foglalkozik vele, akkor óhatatlanul előfordul, hogy kisebb-nagyobb mértékben is kedvet kap ahhoz, hogy magán is kipróbálja, bár egyébként ez egy veszélyes üzem, hiszen magunktól kérdezni olyan dolog, hogy akkor a maga a kérdés időpontja is lehet, hogy bizonytalan, és ebből pedig bizonytalanná válik maga a képlet is, amit készítünk. Így aztán az idők során én mérsékeltem ezt a fajta lelkesedést, és most már igazából csak akkor szoktam kérdezni, hogyha olyan dologról van szó, aminek az eredményét tényleg tudni szeretném. Egyébként ez a legfontosabb dolog a kérdőasztrológiában, hogy az ember óhatatlanul kíváncsi, de vannak olyan helyzetek, és ezek gyakran előfordulnak, amikor lényegében orosz rulettet játszunk. Tehát, hogyha azt a választ kapjuk, amit szeretnénk, akkor nagyon örülünk, de hogyha azt a választ kapjuk, amit nem szeretnénk hallani, akkor viszont rendkívül lesújt bennünket. Ez nem jó. Tehát ez nagyon veszélyes és kockázatos játék. Fel kell tenni minden esetben egy kérdés megfogalmazás előtt azt a másik kérdést, hogy hasznomra válik-e az a válasz, amit kapok. Hogyha ez a kérdés megválaszolható egyértelműen úgy, hogy igen, tehát akár A, akár B, akár C változat, mindenképpen hasznos lesz a válasz, akkor az azt jelenti, hogy zöld út. De abban az esetben, hogy azt mondjuk, hogy nem, erről nem szeretnénk tudni, akkor nem érdemes ehhez az eszközhöz fordulni. Előttem van egy írásod, amiben azt írod az asztrológia jövőjéről, hogy az emberek újra fel kell, hogy ismerjék, milyen hasznos segédeszköze a mindennapi életnek az asztrológia által nyújtott útmutatása, és bízol benne, hogy az asztrológusok is felismerik, hogy ezeket a célokat csak összefogással lehet elérni, és a személyes anyagi érdek ellentéteket félretéve elindítják a szükséges változtatásokat. Ez mikor született ez a cikk? 5 évvel ezelőtt. 5 évvel ezelőtt. Na, hol tartunk most ezzel a dologgal? Így gondolod még most is? Hát tulajdonképpen így gondolom, de azért kicsit cizelláltabbá vált a nézetem azóta, mióta ezt a cikket megfogalmaztam, hiszen ez egy kicsit utopisztikusan hangzik, talán túlságosan, és egy olyan fajta forgatókönyv, aminek a megvalósulásában nem mindig lehet reménykedni. Ez attól függ, hogy hogyan nézzük a dolgokat, lehet úgy is nézni, hogy Magyarországon, tehát a magyar asztrológusok között mit lehet, milyen fajta szövetségeket lehet létrehozni, és azt is lehet látni, hogy ugye most már nemzetközi összefogásra is lehetőség van. Én azt látom, hogy inkább a nemzetközi szintű összefogásban lehet valami fajta jövőképet látni, hiszen azok a fajta érdekellentétek, amelyek mondjuk egy kis országban emberek között, hasonló területen mozgó emberek között létrejönnek, ezek óhatatlanul létrejönnek, ezek ellen nem nagyon lehet tenni semmit. Viszont akkor, hogyha ezt világszerte globálisan nézzük, akkor olyan együttműködéseket is láthatunk, amelyek ténylegesen működnek. Erre tudok személyes példát is mondani, tehát én személyesen kapcsolatban állok jó néhány külföldön működő asztrológussal, akik hasonló műfajban utaznak, mint én, és hát rendkívül sok segítséget tudunk egymásnak nyújtani, akár a források felkutatása, akár a források értelmezése terén. Mennyire vagy elégedett azzal, hogy mennyire veszik igénybe a asztrológusok szolgáltatásait, mondjuk a közélet szereplői? Szükség van-e rá szerinted? Mert hát azért azt gondolom, hogy nem csak a személyes változásokban lehetnek talán az asztrológusok az emberek segítségére, hanem talán egy kicsit tágabb értelemben is, bár ugye a mondan asztrológiáról nem volt túl jó véleményed. Inkább azt mondanám, hogy még kialakulatlan véleményem volt róla. De mondjuk, ha a közelmúlt eseményeit veszük figyelembe, akkor mondjuk jó lett volna, ha megkérdezik az új alkotmány időpontjáról az asztrológusokat? Lehetséges, hogy jó lett volna, bár az asztrológiában ez a kérdés, hogy milyen lett volna akkor, hogyha így lett volna. Lehet még ilyen jövőbeli esemény. Kicsit értelmezhetetlen, bár óhatatlanul felmerül ez a kérdés az ember, hogy mi lett volna akkor. Úgy tűnik, hogy a dolgok a saját idejükben történnek, és vannak olyan dolgok, amelyekre nem lehet ráhatni közvetlenül. Tehát a mundán asztrológia például azért is lehet annyira bonyolult, hogyha a gyakorlatba próbáljuk átültetni, mert olyan fajta személyes döntések összegződnek, és olyan fajta jelenségek történnek, amelyek a légköri jelenségekhez hasonlítanak, amelyek szinte megjósolhatatlanok egy bizonyos időszakon túl. Túlságosan bonyolult az egész rendszer, amelyben a döntések születnek. Persze, hogyha egyébként felteszik a kérdést, hogy mennyire lehetett volna jobban tenni, mindenképpen lehet jobbá tenni akár a közéletet is az asztrológia felhasználásával. Kérdés az, hogy ez milyen formában történhet, vagy milyen formában kell, hogy történjen. És szerinted milyen
formában történhet. Igazából én ezen még sose gondolkodtam. Sose gondolkodtam rajta, mert eddig nem tapasztaltam, hogy az ilyen szereplők részéről nagy érdeklődés születne. Lehetséges, hogy magánemberként minden eszközt megragadnak titokban arra, hogy különböző információkhoz jussanak. Az én praxisomban erre még nem volt példa. Milyen asztrológus, meg asztrológia jövőt szeretnél leginkább látni? Hát, ez egy nagyon jó kérdés, miért szeretnék látni. Azt szeretném látni, hogyha azok, akik hozzám fordulnak például, nem kiábrándult és csalódott emberek lennének, hanem a történeteiknek azon pontján levő emberek lennének, akik még tudnak változtatni azért, hogy az életüket jobbra tudják fordítani. Ez csak a saját személyes megfogalmazásom, vagy a saját személyes körömhöz tartozó megfogalmazás, de hogyha ezt globálisan próbálom megfogalmazni, akkor ténylegesen azt szeretném, hogyha az asztrológiának nem csak egyfajta mutatvány szerepe lenne, amely érdekes és szenzációs dolgokat tud esetleg produkálni, hanem amely tényleg egy tudatosabb útra tudna az embereket vezetni olyan formában, hogy képesek legyenek szembenézni a saját problémáikkal, képesek legyenek azokat megoldani, még mielőtt elhatalmasodnának. Képesek legyenek az életet kihasználni, azokat az adottságokat, amelyek rendelkezésre állnak a születéskor, jobban kiaknázni, és ez nem csak egyfajta szlogen, hanem egy ténylegesen megvalósíthatóvá váló dolog lenne. Mert ugye azért arról nem beszélgetünk, hogy a születési képlet azért a személyiség elemzésre is jó lehet. Te ehhez mit szólsz? Hát az a helyzet, hogy a nézeteim átalakulóban vannak folyamatosan, mint mondtam, a születési asztrológia területén folyton folyvást új és új dolgokat fedezek fel. Jelenleg azt tudom mondani, hogy ha tényleg a saját hitvallásomról tudok csak beszélni, nézetemről, hogy a születési asztrológiának nem az a szerepe, a személyiségelemzést nyújtson, hanem az a szerepe, hogy az embernek a sorsáról adjon valami fajta felvilágosítást. Magáról egy színdarabról adjon, egy színdarab cselekményéről adjon felvilágosítást, és ne arról, hogy milyen színészek játsszák ezt a színdarabot, hiszen a személyiséget azok a dolgok, amelyek az emberrel történnek, illetve azok a dolgok, amelyek vele születettek, egyaránt formálják, legalábbis a jelenlegi felfogás szerint. Ilyen formában a személyiséggel foglalkozni szerintem sokszor elvonja figyelmünket arról a tárgyról, amivel igazából kellene foglalkozni, mégpedig arról, hogy milyen típusú lépések, milyen típusú végeredményekhez vezethetnek, tehát melyek azok a lépések, amelyeket meg kellene tenni, melyek azok a lépések, amelyeket meg lehet tenni, de igazából mindegy, és melyek azokat meg nem szerencsés megtenni, hiszen az, ahová ez az út vezet, az semmiképpen nem jó a szület számára. Már beszéltünk róla, hogy te elemzés is válasz, és tanítasz is. Kiket látsz szívesen egyik, és kiket a másik oldalon? Az elemzés, illetve a tanítás terén. Hát igazából elemzés szempontjából nem mondhatnám azt, hogy vannak preferenciák, és vannak olyanok, akiket nem nagyon szeretnék vállalni. Nyilvánvaló, hogy azok az emberek, akik őszintén érdeklődnek, és akiknek bármilyen jellegű problémájuk van, legyen az egy súlyos probléma, vagy legyen az akár egy egészen köznapi dolog, hogyha megtalálnak, én szívesen adok választ nekik. Igazából csak a hozzáálláson múlik az egész, hiszen vannak olyan emberek, akik külső erőtől várják az életüknek a megoldását, és igazából csak elszomorít az, hogyha látom azt, hogy ők maguk, amikor lehetne valamit tenni a saját ügyük érdekében, akkor ehelyett különböző helyekhez fordulnak, és egymás után keresik fel azokat, akik számukra majd megmondják, hogy akkor mi fog történni. Másik oldalt, hogyha tanításról beszélek, azokat az embereket látom szívesen, akikben megvan az a fajta tanulási vágy, hogy nem közvetlenül csak a technikát akarják a kezükbe, és akkor rögtön ezt felhasználni. Tehát, mintha úgy akarnának autóvezetést tanulni, hogy rögtön be akarnak ülni az autóba és vezetni, és semmi másra nem kíváncsiak, akkor azt mondom, hogy hát ilyen embereknek nem túl szerencsés tanítani, már csak azért sem, mert ez a technika nem fog működni a kezükben, hiszen ehhez másfajta szemlélet szükséges, tehát az egész hátterét át kell látniuk. Szerencsére azonban azok, akikkel találkozom, ezeknek a túlnyomó többsége, mondhatnám azt, hogy a 99,9%-a olyan ember, akinek megvan a megfelelő belátása ahhoz, hogy az alapokkal is megismerkedjen szívesen.
Kedves Emete, nagyon köszönöm a beszélgetést, és azt gondolom, hogy fogjuk még folytatni itt a Lélektévében. Reményeim szerint az asztrológia történetével mindenféleképpen. Én is köszönöm szépen a meghívást. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, viszontlátásra.